nyomozás során igen súlyos román ellenes atrocitásokra került sor. A Szilágy megyei Ördökúton szeptember 9-én rálőttek a bevonuló honvédségre, mire az mintegy 80 falubeli román kiirtott, és föltársaság 27 házat. Az ugyancsak Szilágy megyei itt helyiségben egy katonatalmi század a szeptember 13-áról 14-ére vívadó éjszaka 154 helybeli románt végzett ki, férfit, nőt, öreget és gyermeket. A tömeggyilkosság előzménye az a rémhír volt, miszerint egy román férfi pokoltépet rejtő almás kosarat adott korábban a honvédeknek, két katona halálát okozva ezzel. A két haláleset valójában gondatlanság miatt következett be. Zélenhon szeptember 7-én az átvonuló honvéd csapatok 5 román gyilkoltak meg. Báfi Hunyadon a bevonulás napján a helyi görög-keleti pap és egy román rendőr ellen gerjedt haragra a tömeg. Mindkettőjüket meglincselték. Kolozsváron a szeptember 11-i bevonulás követő éjszaka rendbontásra, kődobálásra került sor. Román nyelvű cégtáblákat szombált meg a tömeg. Jelentés a II. Magyar Hadsereg parancsnokságának. 1940. december 5-e. Jelentem, hogy az első határvadász dandárparancsnokság csapatai közül még a 22-es határvadász zászlóhajnál Ördögkút községben történt fegyverhasználat, amikor a községbe